A Nemzeti Kulturális Alap 600 ezer forintos támogatásának köszönhetően újult meg a József Attila Múzeum egyik legszebb és legrégebbi apátfalvi testhönállója. Katkóné Bagi Éva, textilrestaurátor precíz munkájának jóvoltából tud régi fényében pompázni a ruha felső. A József Attila Múzeum néprajzi textilanyagában több makkui és térségi testönálló található. A vidékünkre jellemző felső ruhadarabnak volt az elnevezése, emelte ki Szikszei Zsuzsanna igazgató. Hozzátette, a legtovább a térségünkben Apátfalván használták ezt a viseletet, és az elmúlt 70 évben az elődeink nagyon sok szép darabot gyűjtöttek. Az egyik ilyen kincs a makkui múzeumban található, amely tavsselyemből készült. Ezzel az értékes 1889-beli testhönállóval pályáztak 2 évvel ezelőtt egy restaurálási pályázatra, mivel rossz állapotban volt már. A támogatásnak köszönhetően Katkóné Bagi Éva textilrestaurátor el is végezte ezt a munkát, és hát be tudjuk mutatni ezt a gyönyörűséget, mert hát elég rossz állapotban volt. Ugye ez a taftsejem nagyon gyorsan kopik, illetve az idők folyamán tulajdonképpen porrá válik ez az apró, ez a nagyon finom sejemszál, és hát tulajdonképpen elkezd foszlani, és hát egy idő után javítani sem lehet. Hát a közel 130 éves, vagy több mint 130 éves ruhadarab egyébként is, már az idő miatt is rossz állapotban lehet, de el is használták, úgy tűnik. Láttunk rajta varrási nyomokat, eléggé durván varták meg, de nagy örömünkre, hogy mégis megmaradt, és ide került a múzeumba. Ez a testhönálló tulajdonképpen apátfalvi viselet, és tudjuk, hogy kié volt pontosan, ezt nagyon jól a leíró kartonon, nagyon jól adatolták az elődeink. Szikszai Zsuzsanna megosztotta, hogy Langó Mártonné Szigeti Katalin tulajdona volt, és valószínűleg mennyasszonyi ruhája lehetett. A szakember kitért arra is, hogy a 19.-20. században nem fehérben mentek férhez a fiatal lányok, hanem színesben, illetve olyan drágább anyagból készült ruhában, amit egész életükben megtartottak és használtak. Ezek nagyon sokat elárultak a tulajdonosáról, emelte ki az igazgató. Nagyon beszédes, hogy kik lehettek, ki lehetett a Szigeti család, mert hogy egy ilyen drága anyagból készítettek ruhaneműt, vagy mennyasszonyi ruhát a lányoknak, valószínű, hogy egy jobb módú paraszt család volt, földműves paraszt család, akik adtak arra, hogy a lányok a legszebb és a legdrágább ruhába, és hát különleges színt is választottak. Mesél arról, hogy a 100 évvel ezelőtt élt emberek sokkal alacsonyabbak voltak és kisebb méretűek. Ez természetesen a táplálkozással tudjuk összehozni, egybehozni. Tulajdonképpen lehet, hogy egy fejjel kisebbek is voltak, hát ez egy körülbelül olyan 13-14 éves mai lányra lenne jó, ha rájuk megy. De hát ugye azt is tudjuk, hogy 100 évvel ezelőtt, 130 évvel ezelőtt a lányok nem 20 évesen vagy 30 évesen mentek férhez, hanem már 16-17 évesen férhez adták őket. Nagyon-nagyon szép a testhönálló. Én nagyon szeretem az elnevezést is. Ez a női darab csak a mi vidékünkön testhönálló, másút másképp nevezik, úgyhogy ettől is egyediek vagyunk mi, hogy a mi vidékünkön ez az elnevezése. Ez egy rövid aljú testhönálló. Látjuk, hogy ez a 19. század vége, ez a Biedermeier-es ruha divatnak a vége, végét jelenti. A szoknyája ennek nincs meg, valószínű ugyanilyen anyagból, illetve hozzávaló kötényjel egészítették ki. Érdekes, hogy ez később, ez a testhönálló, ugye már jönnek be a gyári anyagok, a kékfestő, változik, nem feltétlenül sejemből vagy tafból készítik, hanem kékfestőből is. Ilyen darabjaink is nagyon szépek vannak a 20-as, 30-as évekből, és hogy majd utána teszik le, a 30-as évek után már mindenki apátfalván is fehérbe megy férjhez.
A testönálló felső része téglavörös taftsejemből készült, amely egy rendkívül tetszetős, de sajnos nem időtálló, sérülékeny textília. Szikszai Zsuzsanna kitért a ruhanemű alján és ujján látható díszítésre is stábunknak. 19. századra még nagyon jellemző, hogy nem csipkét tesznek fel, de látjuk, hogy az aranysújtás már megjelenik. Ugye két nagyon kis ízléses, egy kis ilyen rózsaszín vagy lilába hajló szalagot tesznek rá, illetve hát egy kis világos zöld csíkkal szegik le. És hát láthatjuk, hogy ahogy a nagy kendőt ráteszik a vállukra, körülbelül ugye beráncolják, körülbelül idáig jön le, és csak addig tart a díszítés. Nagyon ügyesen, okosan megcsinálják, és hát természetesen látjuk ezt a karcsúsított vonalat, hogy tényleg testhön áll, és hogy rövid, körülbelül idáig jön le. A hosszabb aljúak azok egészen a csípő vonaláig lehúzódnak, ez még a 19. századra nagyon jellemző, és hát látjuk, hogy ez egyenes szabású, a sonka újat később vezetik be tulajdonképpen a divatba. Az akkori varrónők előre gondolva tudatosan készítették el a karcsúsított testhez álló rövid ruhadarabot, amely a 19. század jellegzetes felsője volt. A 800-as évek végén még rövidebb derekú, még rövidebb ez az alj. A 20-as éveknél már látjuk, hogy sokkal hosszabbak ezek az aljak, amik van, hogy elvágott testönálló, van, hogy egybeszabott, de hogy hosszabbra engedik, illetve hát széles csipkékkel, és hát főleg gyári készítésével, és csipkékkel díszítik, fehérrel, feketével, attól függ, hogy milyen idős volt a tulajdonosa. Igazából ugye régen sokkal ritkábban vásároltak ruhaneműt, mint a manapság. Sokkal jobban vigyáztak ezekre, illetve hát örökölték, egyik generáció a másikra adogatta, mert hát vigyáztak rá. Ugye ezeket nem nagyon mosták, ezeket szellőztették, ezekben van bélés egyébként, tehát jó a tartása, és hát általában az édesanyja a lányának, vagy az unokájának is odaadta, és éppen ezért tudtak megmaradni. Más volt a funkciója, más volt, sok mindenről beszélt, ugye hát a falu elvárásaihoz kellett igazodni, és de azért mindig belecsempészték a saját ízlésüket. Ma már savmentes környezetben óvják a régi fényében tündöklő testhönállót.